Herbál egy több mint 2000 fős pezsgő életű település. A Zsámbéki medence északkeleti részén, a Budai hegyek és a Pilis találkozásán elhelyezkedik el. Herbál gazdaságát korábban a mezőgazdaság határozta meg. A kedvező helyi klímának köszönhetően a herbáli lankákon a gyümölcsösök mellett jó minőségű szőlő is termett. Ennek emlékét őrzi a herbáli pincesor, ahol a dekoratív építmények többségét ma is borok tárolására használják. Szintén újonnan épült búcsú tér mellett található az impozáns és a helyi építészetet tiszteletben tartó egészségház. A 2020 nyarán elkészült, elalakott formázó kétszárnyú épület 4 egészségügyi szolgáltatást lát el a településen. A búcsú térhez közelebb eső szárnyban van a házi orvosi és a fogorvosi rendelő. A bejárattal szemben lévő szárnyban pedig a védőnői szolgálat, valamint a gyermekorvosi rendelő található. A beruházás keretében parkolót építettek, valamint felújították az udvart is. Hát az új épület, amikor 2 éve megépült, egy minőségi változást hozott a régi rendelőhöz képest. Az új rendelőben megtalálhatók azok a dolgok, amik a régiben. Nagy parkolóban, mind a személyzetnek, mind a betegeknek zárt parkoló, akadálymentesített behajtás, illetve mozgássérült WC, ami eddig nem volt, légkondicionáló. Még a régi rendelőben, ott hát a légkondi annyit jelentett, hogy az ablak, az ajtónál, ablaknál így ki lehetett nyúlni, járt ki be a levegő, és mondjuk télen elég kellemetlen volt. Vizes volt a fal, régi vert falt, részben tégla, szó szerint penészes volt a rendelő. Van 2 háziorvosi rendelő, van egy védőnő. Ők herbáli ellátást biztosítanak. Én, mint fogorvos, én egy körzetnek az ellátását biztosítom, ez herbál és budajevő. Másképp élik meg, mert egy kultúrát környezetben jönnek, akár a váró, akár a rendelő része a régihez képest. Más körülmények, ott azért sokkal jobb. Ott van egyben minden, ott van a fogászat, védőnő, ott van, mondjuk engem már nem érint, de most dédunokám lesz, bizony érint most. Úgyhogy örülünk neki nagyon.